A Nemzetközi Nőnap alkalmából több helyi és térségi településen is köszöntötték a hölgyeket. A Fidelitas újonnan alakult fiatal csoportja a Batthyány utcai idősek otthonának lakóinak kedveskedett. Úgy gondoltuk, hogy ez az intézmény mindig valahogy kimaradt a körből. Nem igen jártak ide más felelős személyek ahhoz, hogy köszöntsék az itt dolgozókat, és úgy gondoltuk, hogy ez egy megfelelő alkalom arra, hogy mi is köszöntsük a dolgozókat és az itt élő lakókat. Nagy boldogság számomra, és úgy gondolom, hogy a csoport nevében is beszélhetek, ugyanis azokat a szemeket látni, és azokat a köszönéseket, ami persze nekik járna ezen a napon, mégis boldogsággal tölt el. Már több éve azért diákköri tevékenységben részt veszek itt Makón, mind iskolai, mind pedig városi szinten, tehát több rendezvényen azért már részt vettünk. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog az, hogy ezt, hogy most létrejöttünk. Nagyon örültem neki, hogy én lehettem ennek a csoportnak az elnöke, egyenrangú tagja, ezt hozzá kell tennem. Nagyon szeretném azt, hogy ténylegesen itt Makón kialakuljon egy olyan ifjúsági kapcsolatok, ami azért már több nagyvárosban már létrejött, és úgy gondolom, hogy Makó az a város, ahol létrejöhetne újonnan. Tehát nagyon fontos először is, hogy a felelősségvállalást erősítsük a fiatalok, vagyis a velünk egykorú diákok szemében és lelkében. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb itt Makón. Fontos, hogy közélet, tehát a közéleti tevékenységet is folytassunk, hogy megismertessük a mi csoportunknak a munkáját a fiatalokkal, és ezzel bevonjuk őket ebbe, és így számos programokat is kialakíthatunk, és ezzel Makónak egy nagyon szép közéleti tevékenységet adhatunk. Az MSZP térségi szervezete és az Iránytű Pódium közös nőnapi ünnepséget tartott a Hagymaházban. A mostani viharos körülmények közt is azt mondom, hogy hál' Istennek Makó polgármestere vagyok, de emellett igazából Makó és térség MSZP szervezetének az elnöke is vagyok. És ez a mai rendezvény, a nőnap megünneplése, ez a szocialistáknak az ünnepe, tehát a Makó és térsége MSZP szervezet, a Magyar Szocialista Párt Makó térségi szervezete évek óta megrendezi a nőnap ünnepét, és hát évek óta különböző szónokokat kérünk föl, hát azért, hogy mondják el, hogy ők mit gondolnak nőnap kapcsán, mit szeretnek mondani a hölgyeknek. Ma is megrendezzük ezt az ünnepséget, fölmegyünk a színpadra, én fölkonferálom, mint házigazda a szónokunkat, és utána egy nagyszerű műsort kapnak a hölgyek ajándékba, és utána egy szál virágot. A mai nap szónoka Varga Péter, polgármester kollégám, aki Apátfalva polgármestere, de most nem ez a fontos, és nem emiatt kértem meg őt, hogy mondja el köszöntőjét, hanem azért, mert egyúttal ő a Magyar Szocialista Párt megyei elnök helyettese is. Tehát Botka Lászlónak ő a helyettese, és hát Makó és térsége számára pedig ennek a mai köszöntőnek túl a nőnapon szerintem az is az üzenete, hogy az ő beszédének, hogy hát ő az, aki fiatal, akire a jövőben Makó és térsége baloldali gondolkodói számíthatnak. Régen úgy mondták ezt, hogy aki a szívét baloldalt hordja, az bizton számíthat rá. Bízom benne, hogy ez így lesz a jövőben is. A Nemzetközi Nőnapot Magyarországon 1948 óta ünnepeljük. Ez a dátum a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja. Mi férfiak valljuk be őszintén, hát nem nagyon jeleskedünk a köszönő szavakkal, a dicsérő szavakkal. Mi férfiak egy kicsit, hogy is mondjam, politikusabb alkat vagyunk, nem nagyon szeretjük kimondani, hogy mire gondolunk, mert úgy gondoljuk, hogy akkor valami elveszik belőlünk, vagy talán vételenembek vagyunk. De hát a hölgyekkel szemben mi férfiak azért, hát megmondom őszintén, nem nagyon vagyunk sikeresek. Be kell vallani, hogy azért minden hölgy, minden nő, csak ránk kell, hogy nézzen, csak gondolja ránk, vagy egyáltalán egy tányér leves, vagy a mindennapok meleg otthona. Ezt mi nekünk meg kell, hogy köszönjük. Úgy érzem, hogy mi férfiak tartozunk a hölgyeknek. Hálásaknak kell, hogy legyünk, és ezen a kitüntetett napon nyilván meg is köszönjük nekik a mindennapok munkáját és szeretetét. Nem csak a nőknek, hanem a férfiaknak is van külön naptári ünnepük. 1999. november 19-én tartottak először Nemzetközi Férfinapot. Hazánkban 2009 óta szerveznek ehhez kapcsolódó rendezvényeket.